Új közlemény jelent meg a NAV hivatalos oldalán. A fővárosért vívott harcok Dunapenteleit sem kímélték. Különleges tárlatot tekinthetnek meg az érdeklődők az MMK-ban. Kovács Eres Hunorral beszélgettünk a felkészülésről. Köszöntöm nézőinket! Önök a DSTV híradóját látják. Ma is elhoztuk városunk legfontosabb híreit. Új közlemény jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal hivatalos oldalán a gépjárműadóval kapcsolatban a közelmúltban. A részletekről Mártonné Beke Éva, az adóhivatal Fejér megyei sajtóreferense számolt be. Ahogy az a NAV hivatalos oldalán olvasható, a Nemzeti Adó és Vámhivataltól érkeznek a gépjárműadóval kapcsolatos értesítések, illetve határozatok. A részletekről Mártonné Beke Éva számolt be. Azoknak, akiknek a tavalyihoz képest változott a gépjárműadójuk, azok idén is határozatot kapnak. Akiknek változatlan az adó összege, azok értesítést. A határozatokat és az értesítéseket a NAV elektronikusan cégkapura vagy hivatali tárhelyre vagy ügyfélkapura küldi mindenkinek, aki elektronikusan elérhető. A többiek postán kapják meg a papírokat. Az adót kerekítés nélkül forintban kell megfizetni. Az első részletet március 15-ig, a második részletet szeptember 15-ig kell befizetni. A banki átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell feltüntetni a közlemény rovatban. Ha ez elmarad, a NAV nem vagy csak késedelmesen tudja befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni. A pénzforgalmi száma nyitására kötelezettek kizárólag átutalással rendezhetik a befizetést. Akik nem kötelezettek pénzforgalmi számla nyitására, azok fizethetnek banki átutalással a papíron küldött irathoz mellékelt csekken. Csekket online a NAV honlapján és SMS-ben a 0630 344 4304-es telefonszámon lehet igényelni. SMS-ben a csekk szó után szóközt kell írni, majd az adóazonosító jelet. A csekk szó kis és nagybetűvel is írható. Egy naptári évben egy adóazonosító jelvel legfeljebb kétszer térhető ebben a formában csekk, amin kizárólag gépjárműadó fizethető be. További részletekről a Nemzeti Adó és Vámhivatal hivatalos oldalán tájékozódhatnak az érintettek. 1945. február 13-án ért véget Budapest ostroma. A főváros elfoglalásáért vívott harcok közvetetten érintették az akkori Dunapentelét is, hiszen a német, illetve a szovjet csapatok térségünkben is megütköztek. A II. Világháború következtében súlyos veszteségeket szenvedett Magyarország is. Számos városban és faluban vívtak harcokat egymással a német, illetve az orosz csapatok. Bár 1945. február 13-án a szovjetek elfoglalták a fővárost, az elhúzódó konfliktus Dunapentelét sem kímélte. Az események részleteiről Kronászt Margit számolt be, aki mint azt elmondta, a teljes kép megértéséhez tisztában kell lennünk az előzményekkel. 1944-re már ugye szóba került Magyarországnak a kiugrása a II. Világháborúból, a korábbi német barátságból távolodás és a szovjetekhez való közeledés. A nyilas hatalom átvétel után kiderült az, hogy a kiugrási kísérlet az teljes mértékben megbukott, azonban ekkor még nem számítottak arra egyik részről sem, hogy a fővárosa az ostromlott várossá fog esetleg változni. A történész úgy folytatta, miután elkezdődtek a Budapestért vívott harcok, csak hosszas küzdelmek árán végül 1945. februárjában foglalták el a szovjet csapatok a fővárost. 45. január elején kezdtek a lakosok az óvóhelyekre húzódni. Február 10-én hirdettek ki a németek még egy utolsó kitörési kísérletet, ami 11-én indult meg, azonban valószínű, hogy a szovjetek valahogy tudomást szerezhettek róla, ugyanis a szovjetek miatt ez vérfürdőbe torkollott, és február 13-ára az utolsó ellenállást is felszámolták. 1945. február 13-ával véget ért az akkor már hónapok óta tartó budapesti csata. Kronászt Margit elmondta, a háború ezen szakaszában az akkori Dunapentelén és a környékén is történtek összecsapások. Dunapentele a háború évei alatt többször is a frontvonalba került, frontfaluvá vált, 1944-től állandóvá vált a katonai jelenlét a településen.
Pentelén a falon belül német csapatok állomásoztak, idővel pedig a Duna túlpartján megjelentek a szovjet egységek is, akiknek az volt a feladata, hogy kiszorítsák a Pentelén állomásozó németeket. Emiatt tudjuk azt, hogy már 1944-ben is többször bombázta egymást a két fél, például 1944 áprilisában, amire válaszul nyáron a szovjetek aknásították a Dunát, amire válaszul pedig a németek aknafigyelő szolgálatot hoztak létre. Az Intercize Múzeum tárlatában számos történelmi emléket tekinthetnek meg az érdeklődők. Kronászt Margit ennek apropóján kiemelte. Az intézmény munkatársai fontosnak tartják, hogy minden korosztály megismerje az ország, illetve a település történetét. Újabb látványos tárlatot tekinthetnek meg az érdeklődők Dunaújvárosban. Nagy Árpádné Mandalák című kiállítása február 14-én nyílt meg a Munkásművelődési Központ aulájában. A legkülönfélébb formájú és színű mandalákat festette meg Nagy Árpádné. Műveit egy kiállítás részeként tekinthetik meg az érdeklődők az MMK-ban. Ennek apropóján Kovács Rózsa, a kulturális intézmény ügyvezető igazgatója azt mondta, a megnyitót követően egy workshop is várta az érdeklődőket, ahol mindenki elkészíthette a saját mandaláját. A mandala kiállítást már tavaly lebeszéltük. Tehát Pius kiállítása után az egyik kollégája szólt, hogy az ő keresztanyja nagyon szép mandalákat fest, és mivel az MMK-ban ilyen még nem volt, gondoltam, legyen. Nagyon-nagyon színes világ, egy nagyon szép új formát hozott, tehát voltak már festények, voltak részkarcok, volt grafika, henna kiállításunk, mandala még nem, hát tessék, elhoztuk, engem is meglepett, egy színes, vidám, pont nekünk való, ami most javít bennünket, tehát egy csodás mandala kiállításunk van. Az esemény kezdetén lehetőségünk volt beszélgetni a mandalák megalkotójával, Nagy Árpádnéval is. Mint azt elmondta, évekkel ezelőtt kezdett el a mandala festészettel foglalkozni, és rövid időn belül a szívéhez is nőtt a technika. Hozzátette, szeretné minél több emberhez eljuttatni ezt a művészeti formát, ezért is tart workshopokat az érdeklődőknek. Érdekes mód, hogy májusban lesz 3 éve, hogy a lányomtól kaptam egy készletet, amivel ezeket a pontokat lehet készíteni. És annyira bele tud mélyedni az ember, megszűnik térés idő tényleg, ha elkezdi, és ez hajtja az embert, hogy akkor még. Úgyhogy az első év után már arra buzdítottak, hogy csinálja kiállítást, úgyhogy már Gödöllőn, Szombathelyen és Zalaegerszegen is volt kiállításom. Nagy Árpádné hozzátette, számos technika létezik a mandala készítésre. Számára a kifejezetten Ázsiában elterjedt, úgynevezett homokmandalák a legcsodálatosabbak. Icipici kis rezdüléseket is a vékony csövön rezegtetik ki a csőből a homokmandalákat, és így állítják szépen össze. Amikor teljesen elkészül, akkor pedig egy rituális szertartás után fogják magukat, összesöprük, és beledobják a folyóba, a szívem szakadnak, mert hogy annyira gyönyörű, és mégis azt mondják, hogy ez az élet körforgásának a jellemzője, hogy ami elkészült és élő, az nem maradandó sajnos. A kiállítás megnyitót követően számos résztvevő maradt az intézményben, hogy Nagy Árpádné közreműködésével elkészítse a saját mandaláját. Így tett Kustár Boglárka is, aki mint azt elmondta, ő maga is festett már ehhez hasonló alakzatokat. Jó, magam is festek, ugye üvegre és sejemre mandalákat, bár most van egy kis alkotói válság, egy jó ideje nem festettem, és azért jöttem el, mert egyrészt imádom, ez is az én világom, másrészt gondoltam, hát ha merítek egy kis ihletet újra, és neki tudok állni. Nagy Árpádné Mandalák című kiállítását a Munkásművelődési Központ aulájában tekinthetik meg az érdeklődők. Sikeres felkészülési időszakon van túl a DKS-e tehetséges úszója Kovács Seres Hunor. A sportoló nagy tervekkel vág neki a 2022-es esztendőnek, és az eddigi eredmények alapján erre minden esélye meg is lesz. Mindenről vele és edzőjével, Szabó Gergővel beszélgettünk a Fabó Éva sportuszodában. Egy 3 hetes tájföldi edzőtábort követően már a Fabó Éva sportuszodában folytatta a felkészülést Kovács Seres Hunor, a DKS-e úszója. A fiatal tehetség számára az évelei időszak az intenzív felkészülésről szól, hiszen nagy tervekkel vágott neki az idei esztendőnek.
Az edzőtábort követően Hunor elégedetten értékelte az ott eltöltött időt. Nekem a pályafutásom során ez volt az első meleg égövi edzőtáborom. Szerintem nagyon jól sikerült. A veszprémiek, amit a Rasovszky Krisztóf is úszik, például edzések, azokat végeztük el. Nagyon nehéz volt, nehezek voltak. A legnehezebb edzőtáborom volt eddig, de szerintem jók voltak az edzések, jól is mentek. Egy kis idő kellett az alkalmazkodáshoz, de belejöttem. A környezet nagyon jó volt, a szabad programok, amikor kaptunk, volt egy kis pihenőnk, azok is nagyon jók voltak, úgyhogy összességében jól éreztem magam. A fiatal úszó a sportkarrier mellett nem feledkezik meg az iskolai tanulmányairól sem, ám a szem előtt már a következő országos és nemzetközi világversenyeken való részvétel lebeg. Számomra az EOF, illetve az IFI EB, illetve az IFI VB nyílt vízen a legfőbb versenyek közé tartoznak. Ott oda szeretnék kijutni és nagyon jól szerepelni, hasonlóan akár a tavalyi évhez, de emellett időbeli céljaim is megvannak, amiket szeretnék teljesíteni. A sportolóhoz hasonló elégedettséggel számolt be az elvégzett munkáról Szabó Gergő, Hunor edzője is. A télből kimentünk a nyárba, ráadásul az időeltolódás is ugye 6 óra volt, úgyhogy és nyilván a Hunor még fiatal versenyző, és nincsen ebben tapasztalata, úgyhogy mikor kiértünk, akkor egy jó pár nap volt, mire hozzászokott az új környezethez, az új ugye az időeltolódáshoz, de aztán a pár nap után alkalmazkodott a helyzethez, és akkor nagyon, akkor egyre eredményesebb munkát tudtunk elvégezni, ami kimondottan hát jó volt, meg motiváló volt a Hunornak, hogy a nyíltvízi válogatottal együtt tudott készülni a fiúkkal, például Lasovszky Krisztóffal, aki ugye az olimpián második volt. Az edző úgy folytatta, természetesen idén is a lehető legjobb eredmények elérése a cél, ám tisztában vannak azzal, hogy egy igazán nehéz idény vár rájuk. Ez egy nagyon nehéz évünk lesz, ugyanis hát sok-sok világverseny lesz a junior korosztályban, de igazából ugye erre még kvalifikálnia is kell magát a Hunornak, úgyhogy az első és legfontosabb, hogy lesz majd még május elején még egy edzőtáborunk, amit majd valószínűleg Bulgáriában fogunk magaslaton véghez vinni 3 hetet, és utána pedig kezdődnek ugye a bajnokságok. A legfontosabb verseny az a nyíltvízi országos bajnokság lesz, ahol már kvalifikálnia kellene magát majd a junior Európa bajnokságra. A Kovácseres Hunorral, valamint a DKS úszó szakosztályával kapcsolatos híreket és beszámolókat a Dunaújváros online is nyomon követhetik a sportkedvelők. 8 együttes részvételével rendezték meg az Arany Iskola torna termében a 11. Farsang Kupa elnevezésű kispályás labdarúgó tornát a Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokságban szereplő harmad és negyedosztályú csapatok számára. A megméretés résztvevőit 2 4-es csoportba osztották a szervezők, és a versenykiírás szerint a kvartettek első 2 helyezettje jutott be az elődöntőbe, a harmadikak az 5., míg a negyedikek a 7. helyért mérték össze egymással erejüket a helyosztókon. A viadalt végül a Dingép Csanyaszék csapata nyerte, a rendezvény összefoglalóját a Dunaújváros online-on tekinthetik meg a sportkedvelők. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, amennyiben tehetik, tartsanak önök legközelebb is. Viszontlátásra!